Egy ember átlagban napi 1 kg szemetet termel, ami a Föld 7,5 milliárdos lakosságára kivetítve már sokkal ijesztőbb szám. Ha a szemét mennyiségét nem is lehet számottevően csökkenteni, a szelektív gyűjtéssel sokat tudunk tenni a környezetünkért. Sok szemetet összeemlezve dobnak ki az emberek, pedig ezeket is tudnánk külön gyűjteni. Például ez a műanyagba menne. Sok olyan szemét van, amit nem tudunk külön gyűjteni, például ez idevaló. Ebben az osztályteremben külön gyűjtő szigetünk van. A papírt, a műanyagot, a veszélyes hulladékot, az elemet gyűjtjük, illetve most már van egy új dobozunk, ami a chipszes zacskókat nyeri el. A Rezsó projektről a napokban értesültünk. Ők ezeket a zacskókat gyűjtik, hogy takarókat készítsenek a rászorulóknak. Ezek a zacskók hőtükör fóliával vannak kibélelve, ami a meleget és a hideget is tartja. Mi lenne, hogyha a drága hőszatyrok helyett újrahasznosított chipszes zacskókból készülnének? Mi már gyűjtjük ezeket, és ez is már félig van. Marketing szempontjából a gyártók erre az esetben haragnának, nincs a logójuk ott villogna a táskán, lásd a képet. A helyzetre való tekintettel ez a legjobb megoldás. Kávérajongóként nagyon zavar az, hogy a kávézacskók is ezzel a technológiával készülnek. Úgy gondolom, hogy azok masszívabb anyagok, és egy strapabíró szatyor simán készíthető belőlük. Nem kell sok ahhoz, hogy jobbá tegyük a jövőnket, csupán csak nyitottságra, tudatosságra és tettekre van szükség. Készítették a napkori Jósika Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészetiskola 7. osztályos tanulói, Hajdó Kéva tanárnő segítségével.